Legutóbbi találkozásunkon, rektor úr, abban állapodtunk meg, hogy az Egyesült Államokbeli látogatásáról fogunk néhány szót ejteni. Itt vagyunk ismét a rektor irodában, Kávészünet című műsorunk felvétele zajlik éppen. Augusztusban, ha jól tudom, ellátogatott az Egyesült Államokba. Mi történt ott? Milyen programokon vett részt? Az igazság, hogy már júliusban ellátogattam, tehát már a pontszámokat már kinéltem meg, a pozitív pontszámainkat. Hát életemben először mentem az Amerikai Egyesült Államokba, ahova én nem nagyon akartam menni. Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon távoli világ a mi kis országunkhoz képest, és inkább a kelet izgat engem, hogyha utazok a főiskola szempontjából is. Tehát úgy gondoljuk, hogy Kína, Törökország, India, ezek lehetnek az érdekes dolgok. De hát volt egy nagyon furcsa vonzódás, van egy úgynevezett Fibonacci konferencia, ez egy matematikai konferencia, amely Amerikából indult, és az a struktúrája, hogy két évente Magyarországon, vagy Európában van, illetve Amerikában van, valahol. És 4 évvel ezelőtt Mexikóban voltam ezen a konferencián, ahol meginvitáltam őket, hogy jöjjenek már át ebbe a kis országba, amit úgy hívunk, hogy Magyarország, és hát sikerült őket Egerbe elhozni. Ez azt kell tudni, hogy ezeknek a nagy része ennek a Fibonacci társaságnak amerikai, tehát nagyon ritkán jönnek Európába, a konferencia miatt viszont eljönnek. El is jöttek 2 évvel ezelőtt, ami nagyon izgalmas dolog volt, mert van, aki még semmit nem látott Magyarországból, neki Magyarország az egyenlő volt Egerrel. Hihetetlen jó hangulatú konferencia volt, ezt onnan lehet tudni, hogy mindenki a saját lovát dicséri, de onnan lehet tudni, hogy nagyon jó hangulatú volt. Fölvetődött a vezetőségi ülésen itt Egerben, hogy mostantól kezdve mindig itt tartsák. Oh. Ez egy nagyon megtisztelő volt. Azt tudhatjuk, hogy hány fős volt itt a delegáció? Tehát egy olyan 100 fős volt a konferencia. És akkor most az amerikai Rochesterbe rendezték meg ezt a konferenciát, és hát úgy gondoltam, hogy az Amerikai Egyesült Államokban sose voltam, most elmegyek a konferenciát megnézni. És akkor hát átrepültünk az óceánon, elmentünk New Yorkba, egy picit szétnéztünk ebben a nagy világban, hogy nyilván New Yorkhoz kell, vagy 2 hét, de 2 nap jutott, és utána elérkeztünk Rochesterbe, ami egy amerikai szinten kis város. Minden nagyon messze van, mindig autózni kellett, mindig buszozni kellett, viszont összehoztak egy nagyon értékes konferenciát. Azért volt nagyon értékes, mert néhány évtizeddel ezelőtt már volt Rochesterben konferencia, és ez egy ilyen kicsit ilyen emlékkonferencia íze volt. És akkor hát ott nyilván előadást tartottam, megéltem a kellemes matematikus élet, tehát azt az életszakaszt, azt az életérzést, amit egy matematikus érez, akkor én normálisan elmegy konferenciára. És akkor ott voltak franciák, indiaiak, meg hát nyilván rengeteg amerikai, és hát nyilván jó volt matematikai szempontból, de jó volt nyelvgyakorlás szempontjából is, mert ugye az amerikai nyelv az nem teljesen az az angol, amit itthon sikerült megtanulni, úgyhogy akklimatizálódni kellett. De végtelenül érdekes volt, jó volt, és hát annyi pici plusz kaptunk, hogy mindig az a szokás, hogy hétfőtől péntekig konferencia van, szombaton pedig valamiféle meglepetés van. Jelen esetben ez a meglepetés, ez egy 2 órás autóbusz út volt a Niagara vízeséshez, úgyhogy a matematika mellé valami emlékezetes dolog is jutott. Rochester után pedig, ha jól tudom, akkor Új-Mexikó. Új-Mexikó volt, hát az is izgalmas volt az a dolog, ugyanis a repülőgépemen repültünk volna, az elromlott, és 6 óra késéssel sikerült elindulni Rochester, Atlanta, Albuquerque útvonalon. Hát én nem vagyok egy nagy repülőbajnok, már nem nagyon szerettem a repülőt. Hát az volt az érzésem Albuquerque-ben, hogy biztos, hogy leérünk a földre, csak azt nem tudtam egész biztosan, hogy hány darabba. Nagyon erős turbulenciák voltak. Amikor megérkeztünk, akkor biztos voltam benne, hogy vigyáztak rám. Hát megérkeztünk egy teljesen más vidékre. Hát Új-Mexikó egy totálisan más, ugye hát a Rochester az fönt van a kanadai, vagy északon van a kanadai határon,
ugye most Új-Mexikó délen van, és hát egy olyan egyetemre mentünk el, akivel az Eszterházy Károly Főiskolának jó kapcsolata van. Tehát Kádár Judit kolléganőm Fulbright-os ösztöndíjasként kint volt több hónapon keresztül, és elkezdte a kapcsolatot építeni. Oda egy meghívásom volt, mint kutató, tehát nem úgy hívtak, mint rektor, hanem mint kutatót hívtak meg, tehát az életem egy része matematikával telt, de hát úgy gondolták, hogyha egy rektor oda megy, akkor nyilván kihasználják ezt az alkalmat, illetve én is így gondoltam, hogy ezt érdemes lenne kihasználni, tehát kapcsolatépítésre is sikerült ezt fordítani. Nagyon izgalmas volt, mert ami nálunk nem szokás, az érkező rektort köszöntötték. Ezt úgy lehet elképzelni, mint amikor az amerikai elnök egy pulpitushoz kimegy, és akkor ilyen dicsérő beszédeket olvasnak, tehát teljesen fölkészült volt az elnök, a dékán, a matematika tanszék vezetője, kedves mondatokat olvastak, és utána nekem is meg kellett köszönni, és kedvesen válaszolni a felvetésekre. Nagyon megtisztelő volt, és nagyon furcsa volt, mert nekem ilyesmi még nem volt részem. És akkor hát utána neki láttak a mindennapoknak, hát ez egy gyönyörűségesen szép egyetem, hatalmas, nagy, körülbelül ötször akkora, mint a mi főiskolánk, mindenféle fakultással, gyönyörű terekkel, gyönyörű zöld területekkel, tavakkal. Képzési palettája, rektor úr? Milyen? A képzési palettája az nagyon hasonló, vagy legalábbis amire én fókuszáltam, az nagyon hasonló ahhoz, amit itt mi csinálunk, tehát hogy elindultunk, szétnéztem a tanárképzési karon, ahol látok együttműködési lehetőséget. Matematika és informatika intézetben voltam, ahol látok együttműködési lehetőséget. És hát végtelen barátságosak voltak. Tehát kicsit azt éreztem, hogy otthon vagyok. Nem azért, mert hogy olyan lenyűgözően ment már az angol, hanem azért, mert hihetetlen kedves emberek. Tehát ilyen magyaros vendéglátást éreztem. 3-4 nap után a kampuszban nem volt olyan, hogy leüljek egy szegletbe, kávézgassak, és ne jöjjön valaki oda, és ne üljön az asztalomhoz. Mert hogy csomóan megismertek, megjegyeztek, és nagyon kedvesen kérdezték, hogy mi újság. Ennek a nagy-nagy utazásnak a visszatükröződése az, hogy a jövő héten nemzetközi hét lesz, és a UNM-ről, az Új-Mexikói Egyetemről érkeznek kollégák építeni azokat a kapcsolatokat, amiket elkezdtünk. Tehát jön egy történész kolléga, jön egy nemzetközi kapcsolatos kolléga, tavasszal érkezik a matematikus kolléga, tehát hogy ez egy, nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy utazás volt, jól éreztük magunkat és hazajöttünk, hanem ráleltünk egy amerikai partnerre, akivel hosszú távon tudunk együttműködni. Nyilvánvalóan a nyelvszakosainak ez egy fantasztikus lehetőség, de ettől többet szeretnék, azt szeretném, hogyha főleg ifjú kollégáim kiutaznának szakmát tanulni, nyelvet tanulni, közös kutatásokat rendezni, tehát úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó partner sikerült találni. Rektor úr, oktatókról beszélünk, hallgatóknak is van lehetőségük esetleg arra, hogy elmenjenek az Új-Mexikói Egyetemre? Abszolút. Tehát úgy gondoljuk, hogy úgy szeretnénk, mert fizetni a hallgatóknak nagyon nehéz, nagyon bonyolult, viszont a hallgatók fogadását tudja a főiskola támogatni. Tehát azt szeretném, hogyha azt tudnánk elérni, hogy a hallgatók kimennek Új-Mexikói Egyetemre, ott a költségeit az egyetem állja, illetve az amerikai hallgatókat is szeretnék itt nagyon, kollégákat is persze, és az itteni költségeiket pedig mi tudnánk állni. És akkor ez egy nagyon kiegyensúlyozott jó kapcsolat lehetne. Nagyon érdekes egyébként, hogy nyitottak erre a kapcsolatra. Hiába vagyunk picik, meg európaiak, például nagyon érdekli őket a közép-európai lét. Tehát azért jön most egy történész professzor asszony, mert úgy néz ki, hogy a történelem doktoriskolánkkal rögtön lesz valamilyen kapcsolat. Gondolom, hogy ez a nyitottság vagy érdeklődés a személyes varázsának is köszönhető, tehát a személyes kapcsolattartásnak is köszönhető, hogy szimpatikus volt mind a Nemzetközi Kapcsolatok Központ vezetője Kádár Judit, mint pedig a rektorunk. Hát azt nem tudom, hogy a rektorunk mennyire volt szimpatikus, de hogy a Kádár Judit jól megágyazott ennek a kapcsolatnak, az biztos. Hát az, hogy most egy 4 tagú küldöttség érkezik, illetve a filmes tanszékeinken itt van a Gabriel Mendez professzor, az is azt mutatja, hogy valószínűleg el lehet mondani azt, hogy szimpatikus, jó benyomást sikerült kelteni. És ami még nagyon fontos szerintem, hogy ez egy szakrális hely, ahol én voltam.
mert hogy az indián kultúrának egyfajta bölcsője. Tehát aki oda megy hallgató vagy kolléga, az nem csak egy egyetemnek a hangulatát tudja beszívni, hanem a történelemnek azokat a hatásait, amit ott lehet érezni. Mindig azt mondjuk, hogy Amerikában néhány száz éves történelem van, de hát az indián kultúra az nem néhány száz éves, és fantasztikus hangulatot érezhet, aki oda látogat. Hát reméljük, hogy nálunk is a jövő héten a Nemzetközi Kapcsolatok Központ által szervezett Nemzetközi Héten is jól fogják érezni magukat. Egészen biztos vagyok benne. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.